Ebben a videóban a horizontális eltérítés menü pontot szeretnénk bemutatni. Ehhez mindjárt meg is nyomjuk az ehhez tartozó nyomógombot. Itt láthatjuk, hogy többféle, azaz kétféle menüpont közül választhatunk, tehát a Window és a Window Zoom. Ami azt jelenti, hogy ki tudjuk nagyítani, tehát képezünk egy ablakot. Itt lehet látni, az ablak szélességét a Time per Div gombbal lehet állítani ebben az esetben. És hogyha ráállítottuk erre a keskeny impulzusra például ezt az ablakot, akkor a Window Zoom segítségével ennek a menüpontnak, a nyomógombnak a megnyomásával ki tudjuk nagyítani az impulzusunkat könnyedén. Ez persze sokkal összetettebb jelek esetén van igazán nagy jelentősége, amikor tudunk válogatni a különböző pontok között a mérendő jelben, és a kiválasztott időpontban ki tudjuk nagyítani ennek a segítségével, ennek az ablaknak a segítségével kényelmesen ki tudjuk nagyítani a vizsgálandó jelszakaszt. Ha még egyszer megnyomjuk a horizontális menüt, akkor itt a következő menüpontok találhatók. Ugye itt, hogy X irányba finoman, vagy esetleg durván lehet állítani a jelsorozatnak a pozícióját, ugye ezt ki tudjuk választani, én javaslom a finom beállítást, az jobban működik. Most ugye a nagyítási pont az elkerült innen középre, mert valahova eltoltam. Az, hogy ez ide visszakerüljön, meg kell nyomni a reset horizontális pozíciót, és akkor ide visszakerül, és akkor a jel is az eredeti állapotába kerül. Na most ezt tologathatjuk, ugye most finomabban tolom, nem fog elugrani, és mondjuk ezt a lefutó élet szeretném kinagyítani. Itt lehet látni, hogy szépen ki tudjuk nagyítani. Ezzel csak az a probléma, hogyha az ablakot akarjuk tologatni, akkor nem tudjuk csak ettől a nagyítási ponttól jobbra tudjuk az ablakot tologatni, tehát nem tudunk balra elmenni vele, tehát nem igazán jó ez a beállítás ilyen módon, úgyhogy én visszamegyek az eredeti állapotba, és az Acquire gombot benyomva bekapcsolom, illetve belút kapcsolva, de most bekapcsolom még egyszer ezt a pontot, ami azt mutatja, hogyha ez be van kapcsolva, hogy a triggerelési pont és a nagyítási pont elválik egymástól. És a triggerelési pontot akár ki is tolhatjuk a képernyőről, és nyugodtan tudunk keresgélni a jelbe, és hogyha azt gondoljuk például, hogy ezt a felfutó élet szeretnénk megnézni, kinagyítani, akkor megtehetjük. Ott marad középen. Ez a lényege ennek a dolognak, hogy a jel középen marad, és nagyításkor nem ugrik el. Abban az esetben, ha ez a delay be van kapcsolva. Ez tulajdonképpen a triggerelési pont eltolását jelenti, tehát a triggerelési időponthoz képest a jelet tologatjuk. Ez egy nagyon hasznos dolog, az a lényeg, hogy középen marad a jel alak, úgyhogy kényelmesen tudunk válogatni a vizsgálni kívánt pontok között. Na most ismét megnyomom a menüpontot, és resetálom, akkor visszatér az eredeti állapotába a
triggerpont is, és a nagyítási pont is egy helyen van, hát ebben a jel alak is az eredeti állapotába kerül vissza. Hogyha több pontot akarunk vizsgálni, és visszatérően akarjuk vizsgálni, akkor egy jó megoldás kínálkozik itt. Például eltolom 4-5 millisekundummal a jelet, és azt mondom, hogy legyen ez a pont az egyik vizsgálati pontunk. Itt mindjárt jelentkezik 5 millisekundum, ugye? Ide toltuk. Folytatom tovább, eltolom mondjuk 10 millisekundumra, és ismét képezek egy mérőpontot, ez a 10-es. Most ezek után azt mondom, hogy resetálom a horizontális pozíciót, és én azt mondom, hogy szeretném megnézni ezeket a mérőpontokat, akkor lehet látni, hogy beugrik az első helyre, beugrik a 10 millisekundumos pontra, beugrik az 5 millisekundumos pontra. Tehát 30 ilyen mérési pontot tudunk képezni, és nagyon kényelmesen végig tudjuk nézni azokat a pontokat, ami nekünk a mérés szempontjából fontos, illetve hát sűrűn előfordul, amit akarunk vizsgálni. Menjünk vissza az eredeti állapotba. Elnézést, reszetáljuk a horizontális pozíciót, menjünk vissza az eredeti állapotba, és akkor itt láthatjuk, hogy a jel alak is visszatért abba a pozícióba, a kiindulási pozícióba.